Az Ady Endre Technikumban, ami Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája, jelenleg 1200 tanuló tanul. Ez a létszám az iskola népszerűségét is mutatja, hiszen olyan szakmák elsajátítását biztosítják, amikkel később a munkaerőpiacon sikeresen vetik fel a versenyt az itt szakképesítés szerző tanulók. Az ide jelentkezők 5 éves technikumi vagy 3 éves szakképző iskolai képzést választhatnak. Az eddig időszakhoz képest ez a tanév egy magasabb létszámot tudott elindulni, talán pont azért, mert a szakképzésben olyan változások következtek be, amik mind a jogszabályi környezet, mind pedig a gazdasági környezet változásait le tudták képezni az oktatási rendszerre. Az oktatásban megjelenő tanulók azok egy nagyon jó finanszírozás mellett, tehát személyfinanszírozás mellett is, nyugodtan mondjuk ki, hogy ösztöndíj és munkabér lehetősége mellett tanulják az adott szakmáikat. Ezek a szakmák az iskolában 8 ágazatban találhatóak meg, illetve 15-17-20 szakmát jelentenek az adott tanév sajátosságait figyelembe véve, mindig bővül a kör, vagy mindig változik egy picit, attól függ, hogy mik az igények. Nagyon fontos, hogy a szakképzés megpróbál a változó piac igényeknek megfelelni. Nyilván a mi számunkra a piacot a munkaerőpiac jelenti, illetve az az ipari környezet, ami az iskolát körülveszi. Ugye az iskolában alapvetően műszaki képzés folyik, és nagyon komoly kiegészítő ennek a képzésnek a szolgáltatási rész, ami nyilván elsősorban szépészetről szól az iskolában, illetve most már évek óta mondhatom, hogy kiegészül a honvédelmi és a rendészeti képzéssel is. Változott az is, hogy általános szakképzési ösztöndíjat vezetnek be a szakképző intézményekbe a nappali képzésben tanulók részére. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől is függ, amit tanulmányaik előre haladtával a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért járó havi munkabér válthat fel, melynek mértéke ugyancsak a tanulmányi eredmény függvénye. Erről is beszélt Juhász Gábor igazgató. Tehát az első pillanattól kezdve ösztöndíjat kap a tanuló. Akár technikumba, akár a szakképzőiskolába jelentkezik. Ez az ösztöndíj mindig a minimálbérhez van kötve. Egyébként a január 1-én érvényes minimálbér összegéből számítandó. A technikumban ez 5%-ot jelent, a szakképzőiskolában pedig 10%-ot jelent a minimálbérből kiszámolva. Tehát az a havi 8-16 ezer forint, amit a diákok 9-esként megkapnak egyébként, de azt gondolom, hogy mindenképpen motivál abba az irányba, hogy igenis dolgozni, viselkedni és tanulni kell az iskolában, mert ha elvégzi a dolgát, akkor ezt a pénzt ő meg fogja kapni. Én tudom, hogy nem a pénzért tanulunk, de az elvégzett munkáért pedig jól jön a fizetség. Tehát, hogyha valaki jól tanul, és eljut odáig, hogy ösztöndíjat tanulmányi alapon fog majd kapni, és az a technikum a 10. évvége után fog bekövetkezni, akkor ez akár 40 ezer forint fölé is mehet a jelen állapotok mellett, illetve kis kiegészítés, hogyha honvédelmi pályára lép, tehát a honvéd kadét ágazatban jelenik meg a tanuló, akkor ott még a Honvédelmi Minisztériumnak van egy plusz támogatása, aki 3,5 fölötti tanulmányi átlagot tud produkálni. Ott az ösztöndíjon 12-13 ezer forinttól indul, és 4,5 fölött pedig havi 45 ezer forintot is megkaphat az illető, pluszba az előbb elmondott 8 vagy akár majd a 40 ezer forint mellé, hogyha a tanulmányi eredmény olyan lesz. A rendszer átalakításának elsődleges célja a munkaerőpiac igényeihez az eddigieknél sokkal rugalmasabban alkalmazkodó és magas színvonalú szakképzési rendszer kialakítása. A rohamosan fejlődő és változó gazdaság elvárása, hogy jól képzett, értékes tudással bíró, felkészült szakemberek kerüljenek ki a szakképzésből, akik megállják a helyüket a munkaerőpiacon. A Tolna megyei Szakképzési Centrum komoly anyagi forrásokat áldozott és nagyon innovatív szemlélettel támogatja azokat a fejlesztéseket, amik az iskolánkban zajlanak. Az Adiban jelen pillanatban is kialakítás alatt van egy olyan ágazati képzőközpontos tanműhely, ami a specializált gép- és járműgyártás ágazatban a fejlődés irányát képviseli, és két cég bevonásával történik a megalakulása az ágazati képzőközpontnak. Az egyik központi képzőhely, az egyik központi műhely, tanműhely az iskolában a régi autós tanműhelyből kerül kialakításra. Ez egy 270 milliós pályázatnak az eredménye. Gyakorlatilag az átadás előtti hetekben vagyunk, ahol egy olyan autószerelő műhely kerül kialakításra, ami a legmodernebb technikáknak a részét képezi. Elektromos autó, hibrid autó, modern benzines gépjármű, illetve az ehhez tartozó teljes diagnosztika. Ez egy 140 négyzetméteres tanműhelyi rész, illetve mellé még egy oktatóterem, ahol minden olyan lehetőség adott lesz, ami a legmodernebb technikákat, tehát most ugye a régi autószerelő szakmát most úgy nevezük, hogy gépjármű mechatronikai technikus,
Tehát ebben a szakmában minden lehetőséget kínálni fog ez a tanműhely. Hasonló fejlesztések zajlanak az automatizálás és az elektronika területén is, illetve a szépészeti tanműhelyben is. Erről is beszélt Juhász Gábor. Nyilván ez nekünk egy óriási kihívás, hiszen ezeket a technikákat úgy lehet megtanítani, ami magunk is ismerjük és használjuk. Hasonlóan tudnám jellemezni a szépészeti tanműhelyünket. A szépészeti tanműhely egy olyan nagyon korszerű tanterem, amiben azt gondolom, hogy megtalálható minden, ami egy mai 21. századi modern kozmetikában rendelkezésre áll. Ugye az iskolában 93-ban indult a kozmetikus képzés, és azt gondolom, hogy ilyen mértékű fejlesztés nem történt ebben az időszakban, ha visszatekintek, és ez ugyanígy igaz a fodrász képzésre, és tehát az egész szépészeti ágra, hiszen a szépészetben a lányoknak kínáljuk a kozmetikus technikust, a fodrászt és a kéz- és lábápoló technikust. Mindegyikhez nagyon modern technikák kapcsolódnak, és nem engedhetjük meg azt magunknak, hogyha a tanulók nem csak azért használhatóak, hogy ismerjék ezt, hanem ez egy motivációs tényező. Hogyha egy 21. századi környezetben tanulják a tanulók a tudáselemeket, akkor a motiváció is más lesz, mint hogyha egy más környezetet biztosítanánk nekik. Én azt gondolom, hogy a jelentkezők számának növekedése ennek is betudható.